helyezkedj el nagyon kényelmesen. Jóga nidra gyakorlatot fogjuk most gyakorolni. Ez egy vezetett gyakorlás. Neked semmi más dolgod nincsen, csak annyi, hogy figyelj a hangomra. Lesz fizikai része, ami a fizikai ellazulást segíti, és lesznek benne vizualizációs elemek is. Hogyha azt érzed, hogy elkalandoztál, akkor amikor rajta kapod magadat, akkor csak fókuszálj vissza a hangomra és a feladatra. Úgy képzeld el ezt a gyakorlást, mint egy kötéltáncot, hogy neked az a célod, hogy végig sétálj a kötélen, anélkül, hogy jobbra elbillennél, ami a teljes éberség, a vándorló gondolatok, vagy balra elbillennél, ami meg az alvás. Természetesen semmi baj nincsen, hogyha bármelyik irányba elbillensz. Legyél magaddal kedves ebben a gyakorlatban is. Figyeld meg azt, hogy kényelmesen érzed-e magadat, és változtass bármit a pozíciódon, hogyha fontos számodra az, hogy valahogy álljon valamit, hogy kényelmes legyél. Tényleg az a lényeg most. Nagyon-nagyon-nagyon kényelmes. Mindegy, hogy milyen pozícióban vagy. Hunyd be a szemedet. És az óra elején említettem, hogy ennek a gyakorlásnak van egy különlegessége. Az elején meg a végén van egy gondolat, egy szankalpának hívják ezt szanszkritül, magyarul én megerősítésnek mondanám. Egy mondat, egy gondolat, valami, amit szívesen elültetnél így magadba, mint egy kis magocskát, és szeretnéd, hogy virágba boruljon, hogy szárba szökkenjen. Hogy találd most ki magad számára ezt az egy mondatot, és ismételd el háromszor. Hogyha azt érzed, hogy most nem tudsz ilyet kitalálni, akkor érdemes valami olyasmit megfogalmazni, hogy nyitott vagyok a gyakorlás tapasztalására. Hogyha elismételted háromszor a mondatodat, akkor nyugodtan engedd el, nem kell rá gondolnod, ott lesz veled. És tudatosítsd magadban most a teret, a tested és a matracod között. Figyeld meg, ahogy a tested érinti a matracodat. Ahogy érinted a földet. És engedd meg a testednek, hogy ellazuljon, és hogy egyre puhább legyen, egyre jobban elengedjen. És megfigyelheted, hogy ahogy ezt megengeded magadnak, ez a tér, a matracod, a föld és a tested között egyre csökken, és csökken. A tested az elenged, és szinte beleolvadsz a matracodba a földbe. A föld pedig megtart. Teljesen biztonságban vagy. Most testrészeket fogok megnevezni. És neked pusztán annyi lesz a feladatod, hogy koncentrálj arra a testrészre, amit éppen hallasz tőlem. Nem kell semmi különöset érezned, nem kell semmi különösre gondolnod, csak fókuszálj arra a testrészre, amit éppen hallasz. A jobb sarkad. Bal sarkad. Jobb vádli. Bal vádli. Jobb térd.
baltért. Jobb comb. Bal comb. A jobb csípőd. A bal csípőd. Mind a két csípőd együtt. Az alhátad. Középháti szakasz. A felső háti szakasz és a nyakad. A jobb kézfejed. A bal kézfejed. A jobb csuklód. Bal csukló. Jobb alkar. Bal alkar. Jobb könyök. Bal könyök. Jobb felkar, bal felkar. A jobb vállad, és a bal vállad. Az egész vállöv. A nyakad, és a fejed. Érezd és tudatosítsd az egész testedet. Tudatosítsd most magadban a légzésedet. Nem kell, hogy megváltoztasd, csak figyeld, ahogy beáramlik a levegő az orrodon, megemeli a testedet, és aztán önmagától távozik. Egy kicsit, amikor kilélegzel, még közelebb kerülsz talán a földhöz és a matracodhoz. Vizualizáld most a légzésedet úgy, mint egy aranyló fényt, ami a gerinced mentén utazik föl, illetve le. Amikor belélegzel, ez az aranyfény lentről a farokcsontodtól elindul fölfele, és a légzésed tetejére egészen eljut a fejbúbodig. A kilégzésre pedig pont fordítva a fejtetőtől indul lefele, végig a gerinceden, egészen a farokcsontig. Vizualizáld a légzésedet, mint egy aranyló fényt, ami végig utazik a gerinced aljától egészen a fejed tetejéig. Mint a pránának, az élet energiájának egy szimbóluma. Maradj a légzéseddel, és figyeld meg, hogy milyen, ahogy aranyló fényként, a gerinced aljától, a farokcsontottól, utazik fölfelé, fejbúbot felé, és kilégzésre visszatér az eredeti pozícióba, vissza a gerinced aljához. Thank you.
Engedd el most a légzésed figyelését, és tudatosítsd magadban a melegség érzését. Érezd azt, hogy meleg a jobb karod. Érezd azt, hogy meleg a bal karod. Átmelegszik a jobb lábad, és átmelegszik a bal lábad is. Érezd, ahogy az egész testedet átjárja, elönti ez a jóleső melegség. Hirtelen a következő kilégzésedre az egész tested most hidegé válik. A lábaid is, a karjaid is. Az egész tested hidegé válik. Érezd ezt a hideget. Majd engedd el. Következő vizualizációnál egy erdőben fogsz majd sétálni. Elképzelheted úgy, mintha kívülről látnád magadat egy filmen. Elképzelheted úgy is, mintha te most aktívan tényleg sétálnál az erdőben, és csak azt látod, ami körülötted van. Képzeld azt, hogy kint állsz a természetben. Mezítláb vagy. Érzed a talpad alatt a földet, a füveket. Minden puha a lábad alatt, és jó leső. Ha körbenézel, láthatod, hogy egy tisztáson állsz, amit egy fenyőerdő vesz körül. Fordítsd az arcodat a nap felé. Érezd meg, ahogy megvilágítja és fölmelegíti a sejtjeidet a napfénye. Ugyanolyan aranyló fénnyel ragyog a nap, mint a légzésed volt a gerinced mentén. Érezd a vadvirágok illatát, ahogy a szél az orrod felé hozza őket. Felsejlik a fenyőerdő illata is, ez a nagyon-nagyon tipikus, ismerős, gyantás fenyőillat. Fordítsd el a fejedet most a napsugárzástól, és vedd észre, hogy egy ösvény vezet az erdő felé. Indulj el rajta, és lépj be az erdőbe. Kövesd ezt az ösvényt. Ahogy beléptél,
A szemed rögtön alkalmazkodott a sötétséghez, az árnyékhoz, látsz mindent. Már a napot most takarják a magas gyönyörű fák. Kövesd az ösvényt, könnyedén sétálsz rajta. Ahogy haladsz, észreveszed, hogy fölfele vezet. Jólesően sétálsz rajta fölfelé, közben megnézheted, ahogy játszik a fény és az árnyék, ahogy átsüt a nap a fenyőtüskék és levelek között. Hallhatsz madárcsicsergést és az erdő egyéb neszeit. Folytasd az utadat fölfelé. Egyre meredekebb ez az ösvény, egyre közelebb vagy ennek a dombnak a tetejéhez. Könnyedén sétálsz, jól esően. Biztonságban érzed magad ebben az erdőben és a természetben. A csúcs közelében, ahogy oldalra nézel, észreveszel valami furcsa nyílást. Már nincsenek fák, csak a kopárhegy oldal, és mintha szét lenne nyílva a hegy oldal. Lépj közelebb hozzá, és észreveszed, hogy ez egy barlang. Nagyon hív téged ez a barlang. Kíváncsi vagy rá. Lépj be a barlangba. Lassan itt is alkalmazkodik a szemed az egyel sötétebb viszonyokhoz, és meglátod, hogy a barlang közepén ott egy gyertya. Pislákol a gyertyaláng is. Most tudatosítod magadban, hogy egy szent helyre érkeztél. Ülj le a gyertya mellé a földre. Jólesően hűvös. Pont jól esik neked ez a leülés, és ez a kapcsolódás a földdel a nagy fölfele menet után. Egy nagyon erős nyugalom önt el most. Békét érzel. Jelen vagy. Semmire sincs szükséged a külső világból. Nézd bele a gyertyába. Nézd bele a táncoló gyertyalángba. És engedd, hogy ez a kapcsolódás a gyertyalánggal egy még mélyebb, meditatívabb állapotba vigyen téged. A gyertyaláng közepén észreveszel egy gyönyörű, apró, aranyszínben pompázó kicsi magvacskát. Olyan, mintha a láng, a meleg az nem is érintené. Ott táncol a közepén. És hogy egyre jobban rákoncentrálsz erre a kis magocskára, észreveszed, hogy rá van valami írva, bele van valami vésve. És hogy még jobban ráfókuszálsz, láthatod, hogy a te szankalpád, a te megerősítő mondatod van ráírva erre a magocskára. Húnyd be a szemed, vagy nézd még egyszer bele a gyertyalángba, és észreveheted, hogy ez a magocska már nincs ott a fényben. Ez a magocska most már a szívedben van. Ismételd el most magadban, csöndben, még egyszer három alkalommal a saját megerősítő mondatodat. Tudván, hogy a szívedben van, elültetted magadban. Thank you.
Engedd el most ezt a vizualizációt, és hozd vissza a figyelmedet, a fókuszodat, a tudatosságodat a testedhez. Itt és mostban a földön fekvő testedhez. Tudatosítsd magadban a légzésedet is. Oda se kell rá figyelned, a tested lélegzik be, és lélegzik ki. Anélkül, hogy kinyitnád a szemedet, tudatosítsd magadban a környezetedet. Képzeld el a szobát, ahol fekszel. Érezd meg a lakásodnak az illatát, azt a semmi másra nem jellemző otthon illatot. Hagyd meg a hangokat. Ez lehet a fűtés morajlása, lehet a gyerekek, a kutya, a párod, a szomszédok neszezése. Lehet, hogy az utcát hallod. Hozd vissza a figyelmedet most a testedre. És amikor úgy érzed, lassan mozdítsd meg. Találd meg magadban az energiát és az akaratot arra, hogy megmozdítsd a lábadat, a fejedet, hogy nyújtozz egy jó lesőt a karjaiddal, nyújtostasd ki az egész testedet. És a jóleső nyújtózás után gördülj valamelyik oldaladra, ilyen magzatpózba, mindegy, hogy melyikbe, melyikre. Icipici kisbabává zsugorodj össze. Ez az a pozíció, ami a biztonság mellett az új kezdetet is szimbolizálja. Szimbolizálja az új kezdetet ahhoz, amit elültettél a szívedben most, ez alatt a Yoga Nidra gyakorlás alatt. Szimbolizálhatja azt is, amit a fizikai gyakorlás alatt megtapasztaltál, hogy milyen a jelenben lenni, és milyen kiszállni a fejünkből, és egy kicsit jobban kapcsolódni önmagunkkal. Kezek segítségével told el magadat a talajtól, és ülj föl kényelmesen, törökülés, sarokülés, ne siess sehova, ahogy kényelmes. Érintsd össze a két tenyeredet a mellkasod előtt, és hajtsd le az álladat a mellkasodra. Köszönd meg magadnak a mai gyakorlásodat. És én is nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottátok a gyakorlásotokat velem. Egészségetekre. Namaszté.